Come and béreljük a szobát Veronában. Szilvió gyakorlatilag egy történelmi órát tartott nekünk, és elmondta, hogy középkori városfalatnak a kapui ezek, ez az egyik. És ezen indulunk be az óváros felé. Ez itt az amfiteátrum, ami Szilvió szerint a római korból származik. Ezt szerintem nem érdemes bemenni, mert belül nincs semmi, viszont legalább drága. Úgyhogy kívülről nézzük meg. Ez itt a Piazza Erbo, Verona főtere. Éhes vagy a Brigi? Igen, mert ma még nem ettünk. Eljöttünk Velencébe, Veronába, és ma még nem ettünk. Már 2 óra van. Jaj. És már 2 óra van itt. Még a fényképezet is eldobod a kezedből, mert már te is annyira éhes vagy. Mit fogunk csinálni ebéd után? Hát ez most itt a Piazza Erbo. Ezt először is körbejárjuk az árusokat, és megnézzük, hogy van-e valami érdekes. Lehet, hogy veszünk egy kalapot, mert szerintem mind a kettőnknek kinéz egy napszúrás. Utána pedig elsétálunk a híthoz, hogyha ezt a teret megnéztük. Ahogyan mondtam, ez a Silvio, aki a tulajdonosunk, hogy tartott nekünk gyakorlatilag egy töri órát arról, hogy mi ez a Verona. És azt mondta, hogy ez egy római kori tér, és nagyon sok dolog itt római korszakbeli.
nagyon érdekes az, hogy később meg velencei hódoltság alatt volt, és ugyanaz a tigri, ugyanaz a, az a szárnyas oroszlán, ami Velencében is van a Szent Márk téren, itt is van egy szobor, és ebből látszik a velencei hatás, elvileg 400 évig velencei fennhatóság alatt volt ez a hely. Utána meg az osztrákokhoz került, és az osztrákoknak ilyen védvára volt. Hát nézzük a történelmi nyomokat Veronával. Ez lesz az ebéd. Egyben reggeli és ebéd. Tehát, hogy fogunk menni részletesen? Mert elmegyünk jobbra. Igen. Megkerüljük a teret. Igen. Utána visszaérkezünk ugyanide. És a másik irányba lesz a Giuliának az erkélye. Értettem. Giulia erkélye. Na, hát itt vagyunk. Egy régi erkély, amit itt a helyi hagyomány szerint Giuliának az erkélye is állt, a Rómeó itt romantikázott neki. Érdekes egyébként, hogy Shakespeare soha nem hagyta el Angliát, ennek ellenére kettő drámája is van, ami Veronában játszódik. Esther Giulietta erkélye. A Róma és Giulia egyik leghíresebb jelenetének a színtere állítólag. Nyilván ez egy ilyen hagyomány dolog. Van azért egy Giulia szobor is. Hogy legyen kinek a cicijét fogni a turistáknak. Sorban kell állni, hogy megfoghassa mindenki Giulia mellét. A csőcsfogtasás itt szinte kötelező. Kisgyereket is odaviszi, és a kisgyerek is fogja meg a csőcsét. Az ázsiai csaj szégyenlősen csak rámutat a csőcsére, de nem fogja meg. Hát ez itt a kultúra. Rómeó és Giulia, Shakespeare, Verona. Turisztizálódott ez a dolog így. Itt van mi, Giulietta. Ez itt a helyi hagyomány. Brigi, itt mindenki Giulia csöcseit fogdossa. A showban lehet kapni olyan hűtőmágnest, ami csak az egyik melle melbimbóval. Akkor megvehetjük és otthon fogdoshatjuk. Így van. Ez a Giulia csöcs, amit lehet itt venni, nagyon ízléses. Hát ez Giulietta erkélye Veronában. És persze itt egy rakott szerelmes üzenet. Rakott a paszokon, meg elnyomott rágókon. Nagyon romi.
Verona. Elképesztően gyönyörű. Ez a híd még a Római Birodalom idejéből származik. Silvio szerint. Tehát Silvio szerint két híd épült, és a másik az már nincs meg. De mikor alacsony a vízállás, akkor néha kidáncolnak a romjai. Ez pedig megmaradt. Ez volt az egyik kivezeti út, amit a rómaiak terveztek a városkából. Ez egy rómakori színház, illetőleg annak a rómjai, ami most archeológiai múzeumként működik.